Jelenleg a tél kellős közepén vagyunk. Nagyjából most milyen vírusok terjednek az emberek körében, illetve vannak-e jellemzően olyan vírusok, amik kimondottan mondjuk a gyerekeket érintik? Elég sok megfázott gyerek és felnőtt is jelentkezik orvosi segítségre. Az az igazság, hogy ezeknek a vírusoknak a fajtáját nem szoktuk a mindennapi életben kimutatni, de köhögéssel, náthával, torokfájással jelentkeznek, és ez véget gyakran gondba is kerülünk, hogy valamilyen formába megkülönítsük az esetleges koronavírus fertőzéstől. Sajnos a gyerekeknél is van elég sok fertőzés, sőt, elég sokan fülgyulladással is jelentkeznek az utóbbi időben. Gondolom én, hogy ez a hideg véget történnek ezek a megbetegedések, valamint elég sok köhögős betegünk van. Tehát köhögés ez jellemző. Az iskolákban is ugye sokat hallani, hogy ugye köhécselnek a gyerekek, esetleg tüsszögés, stb. Itt hogy tudjuk megkülönböztetni azt, hogy mikor forduljunk orvoshoz, illetve mikor lehetnek esetleges COVID tünetek, vagy pedig, hogy sima megfázásról, influenzáról van szó? Általában a szülők azt szokták mondani, hogy máshogy beteg a gyerek, mint eddig, máshogy köhög, máshogy panaszkodik a torokfájásra, és ha mondjuk COVID-ról van, tehát COVID felé gyanítunk, akkor elhúzódik, nem megy át néhány nap alatt, mint különben, érdesebb a köhögés, és párosul hozzá esetleg az izomfájdalom, a gyerek levertsége. Ez természetesen a felnőttekre is vonatkozik. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor kit teszteltessünk, itt nem. Tehát minden megfázott gyereket és felnőttet azért nem küldünk el tesztelni, viszont nagyon sokan otthon már megcsinálják önállóan az antigén gyors tesztet, és már úgy jelentkeznek, hogy az otthoni gyors teszt negatív lett, és kérnek orvosi segítséget, akkor a COVID rendelőkön kívül. Felkelünk reggel, mondjuk egy ilyen 38,5 fokos lázzal, köhögünk, folyik az orrunk, mindjárt menjünk orvoshoz? Mindig azt mondom, egy 2-3 napot, 4 napot maradjunk odahaza, de ez a 2-3 nap alatt mindenféleképpen pihenjünk. A gyerek ne menjen iskolába, a felnőtt ne menjen munkahelyére, közösségbe, szedjen egy kis lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót, az orrfolyás ellen esetleg valamilyen gyógyszert, ami lecsillapítja az orrfolyást, és melegedjünk odahaza. Amennyiben 3-4 nap után nem múlnak a tünetek, hanem esetleg még komolyabbá válnak, akkor már jelentkezni kell orvoshoz. Olyat is olvastam a napokban, hogy szakemberek például azt ajánlják, hogy ugye ez az 1-2-3 nap alatt, amíg otthon maradunk, és kitapasztaljuk, hogy valójában csak egy enyhe megfázásról van-e szó, akkor fogyasszunk naponta minimum 3 liter folyadékot, illetve hát mondjuk tyúkhúslevest. Mindenféleképpen a folyadékfogyasztásra szükség van, tiszta víz formájában is, de mindenféle más elektrolitokat tartalmazó és vitaminokat tartalmazó folyadékok is szóba jönnek és kellenek, habár ma már magát a vitaminokat az emberek igen-igen tabletták formájában viszik be, és úgy lehet, hogy még több mennyiségű vitamint is bevisznek, mint valójában szüksége van a szervezetnek. Ami a tyúkhúslevest illeti, természetesen nagyon egészséges, mert hogy tele van olyan elektrolitokkal, azon kívül, hogy folyadék, és olyan elektrolitokkal, amelyek feltöltik a szervezetet, táplálják a sejteket, azoknak a funkciójához szükség van, és ez mindenféleképpen erősíti a szervezetet. Természetesen a tyúkhúslevesben van egy kis zöldségféle is, ami a rostokat adja, és a húsából egy kis fehérje is jut a szervezetbe. Amióta a koronavírus járvány kitört világszerte, azóta azt ajánlják az orvosok, hogy nagy dózisú C-vitamin, akkor D-vitamin, cink és egyéb, tehát ilyen vitaminkészítmények. Na most sokan, és azt mondják helytelenül, ezt amikor éppen eszükbe jut, teszem azt például a reggeli kávé után, fogják és mindet egyszerre beveszik.
Tehát hogyan kellene helyesen ezeket a vitaminokat fogyasztani? Mert ugye köztudott, hogy például a D-vitamin az zsírban oldódó vitamin. Igen, mint mondom, én legszívesebben azt szeretem, amikor természetes úton visszük be a vitaminokat, tehát a megfelelő táplálókon keresztül, de ilyenkor mégiscsak kénytelenek vagyunk bevinni tabletták formájában is vitaminokat, hogy erősítsük még jobban az immunrendszerünket. A D-vitamin természetesen, hogy étkezés után kell bevinni, hogy a zsírban oldódása véget föl tudjon szívódni a gyomorból és a belegből, míg a C-vitaminnak erre az vízben oldódó vitamin, tehát erre nincs szükség, tehát az mindegy, hogy mikor visszük be. Viszont akinek érzékenyebb a gyomra, az inkább étkezés után vegye be a C-vitamint, mivel ugye az savas. Hát a reggeli órákban, a reggeli előtt csak kizárólag azokat a gyógyszereket szoktam mondani, hogy mindjárt reggel vegyék be, mielőtt, ahogy fölkelnek, amelyek valamilyen okból fogva muszáj íggyomorra bevenni, és a reggeli órákban. Ez elsősorban a gyomorvédő tabletta, aki azt szedi, és esetleg van néhány krónikus betegségnél ilyen feladat, hogy így kell bevenni a gyógyszereket, de különben én mindig azt mondom, hogy együnk meg egy pár falatot reggelire, hogyha az nem is egy nagyon komoly nekiülünk és reggelizünk, de egy pár falatot mindenféleképpen, és így gyomorra, üres nyálka, érintetlen nyálkahártyára semmiféleképpen ne vegyünk be semmilyen gyógyszert, hanem nem direkt indokolt. Elég szélsőséges az időjárás van, hogy plusz 15 fokot is tapasztaltunk napközben, aztán mínusz 7-8-9 fokok a hajnali órákban, akkor aztán a következő nap már napközben is ilyen fagypont körüli hőmérsékletek. Mire ügyeljünk például öltözködéskor? Tehát, hogy megvédjük magunkat egyrészt a megfázástól, hát most a vírusoktól talán nem is annyira, de hogy ne fázzunk meg. Mindenféleképpen a réteges öltözködés a nagyon fontos. Reggel indulunk hidegben, és akkor rétegesen, de vastagon kell öltözni, esetleg beültetjük a gyerekeket, saját magunk is beülünk a hideg kocsikba, tehát vagy közlekedési, tömegközlekedési eszközökbe, járművekbe, tehát mindenféleképpen vastagon kell öltözni, viszont mire délben jövünk haza munkából, vagy a gyerekek az iskolából, addigra már kell, hogy legyen nála vagy egy vékonyabb sapka, vagy egy réteg pulóver, mert mondjuk nekik, hogy hazafelé már ne vegyék föl, vagy a sálat ne tegyék a nyakuk köré olyan vastagon, mint induláskor. Tehát nem szabad megizzadni, mert hogyha megizzadunk, akkor az egy kellemetlen érzés, akkor hirtelen ledobjuk magunkról a ruhákat, és akkor jön a megkülés. Ez, ami most van, ez az időszak a fő vírus szezon? Végtére is nem akkor van a fővírus szezon, amikor ilyen hideg van. A fővírus szezon, amikor nincsenek ilyen nagyon mínuszok, nincsenek ilyen hidegek, és kisebb a hőmérséklet különbség az éjszaka és a nappali között, de hát tapasztalnunk kell, hogy az idén elég sok megfázott beteggel találkozunk most is ebben az időszakban. Inkább tél utójára vártuk volna, meg az a tél elején, ősz utóján, az talán a legjobb, a legtipikusabb az igazán vírus szezonra.